meg is találja Szabó beközépre, Hassané gólhelyzet, és becsorog a labda! Hát ez hogy ment be a fű alatt? Abszolút nem érdekli Florent Hassané, ezért remek passz Toititól. Szabó is okosan tette tovább, de ott a haladás védői. Mire gondoltak akkor, amikor ketten is esztelenül kirontottak Szabóra? Itt ketten odalépnek, Hassané pedig teljesen üresen ott maradt középen. És gól a vége. Szabó éppen forgolódott. Aztán egy távoli lövés, Rácz is bevédi! Ezt a potyagolt, 2-1 a Diósgyőrnek, Hassané a gólszerző. Az első játék részben is már a második félidőben is volt egy nagy vérése, de ez... Hát ez elképesztő.